Sziasztok! Szóval én Ritiko SSO vagyok, és ez a folytatása a Wolfhall fogadós videómnak, a küldetésesnek, és ha nem láttátok az előző részt, mindenképpen nézzétek meg. Szóval folytassuk is. Ott tartottunk a küldikbe, hogy Edfieldel beszélgettünk. Jó, bocsánat, néha hogy még fogom nézni. Edfield. Az ügyfeleink valami programot szeretnének a környéken. Biztosan lesz még ilyen, ha konferencia vendégek jönnek, és ha el akarják tölteni a szabad óráikat valahogy. Milyen tevékenységeket javasolhatunk nekik a természet lágy ölén? Hova is tettem a gondolkodó sapkámat? Ötleteljed el, hogy milyen programokat ajánlhattátok a turistáknak, és valósítsd meg a tervét. Készíts 3 fotót a tűzrakó helyről a dombon. Oké. Okay. Ja, igen, ez olyan aranyos. Ó, megvan! Most már szabadon áramlik az ötletfolyam. Sok szállodában és fogadóban egy brosútálvány programajánlóknál... Szóval... Sok szállodában és fogadóban van egy brosútálvány programajánlókkal. Nálunk miért nincs? Nem tudom. Te csinálod. A közelben fenn a dombon van egy tűzrakóhely. Menj, lőj pár fotót róla, én meg elkezdem írni. Benne kell lenni az útvonalnak, meg hogy hol állítsunk élelmiszert, piknik kosarakat. Pont. Miért vagy még mindig itt? Menj, fotózz körbe a telefonoddal. Nem jó a telód kamerája. Milyen őskori letettel bohóckod te itt. Azt hittem minden magad fajta kölyök, a legújabb modellel villog. Na jó, kölcsönadom a fényképezőgépemet. Ne feledd visszaadni, hogyha végeztél. Köszi. Egy pillanat és jövök. Bocsánat, itt vagyok. Hol is tartottunk? Ja, igen. Hol van egy field? Aki kérdez, itt van Szilu. Hogy én már szerencsére találkoztam Szilúval, le is fotóztam. Itt volt az előbb. Hú, én akkor nem néztem. Ja, hogy arra menjünk fotózkodni, oké. Az a legjobb, hogy ezt a gépemre lementi, mint fotó. Meg a tokent is, szóval ez valami jó. És most meg azt írja ki, hogy a másik helyre kell menni, megbalandulok. Háj! Szerszéből. Vagy csak én vagyok ilyen hülye. Itt van egy moha. Legalább gyűjtöm. Azt hiszem, hogy erre kell most már ténylegesen menni. Mert ha nem... Hát... Amúgy arra van új domtető. Aha. Ide kell menni. Amúgy ez tökre szép ez a hely. Csak tök jó, hogy az a kettő ott látszik. Az a legjobb. És az, hogy ez beleállt. Na mindegy. Mindegy is. Na, menjünk le. Amúgy popcorn már 3-as, pedig őt tegnap későn kezdtem el edzeni, de ma folytatni fogom. Na, Abigail Castellán bejelentkezett. Az upcsi-mupcsi. Kész vagy? Hadd nézzem meg a fotókat. Igen, eddig nagyszerű. De ez a hely nem lesz elég. Az emberek szeretik, ha van választék. Azt mondják, a helybéliek gyakran ismerik a legjobb helyeket, mindenféle célra. El tudnál menni megkérdezni Mrs. Pike-ot, hogy ismer egy jó piknikező helyet Grindel körül? És mivel az út egy darabig nem volt járható, ütközben feltétlenül figyelt, van-e valami, amit megnézheti a turisták tájékozódást Grindelben? Azt is figyelnek, mi segíthet nekik. Az a baj, nem tudom, hogy ki az a Mrs. Ja, rejtem az a... Ugye, ahogy megyünk Grindelbe, ott van az a...
nő. Szerintem az lesz. Ja, ő a botanikus, aki ilyen. Kövessék Alint. Menj el én! Bágos! Követlek. Elkaplak. Akkor mi is voljunk. Mert nem. Ha ő is a feladatot csinálja, akkor itt meg kell, hogy álljon. Jelzést követve a turisták eltalálnak. Oké. Erre kell menni? Nem. Csak ez a... annyira összezavart. Így nagyon fura. Jó, erre kell menni. Puh. Amúgy erről is majd még fogok beszélni, hogy az mi. Oké, értettem, bla bla bla. Az erdő besélybe vezető út eltévesztetetlen. Ja, csak hogy én majdnem eltévedtem. Úgy bocsánat a hangért, azt majd a jövőtől meg fogom oldani, mert kapok egy új okos eszközt, és mert azon több lesz a tárhely, és azzal jobban tudok szerkeszteni. Értitek? Bocsánat a hangokért. Egy pillanat. Bocsánat a háttérzajokért. Csak az anyukám beszél, és remélem, hogy nem hallatszódik, ezért próbálok még hangosabban beszélni. Az út közepén van egy farong, de meg lehet kerülni. Vagy át is lehet így ugratni. Jaj, én ezeket olyan szívesen kihagynám. A Grindelnek számtalan negyedi jelenvallása van. Rengeteg mókus, gomba és virág, amelyekben sok látogató örömét lelheti. Ja, hogy mindjárt mi is. Mókus elfut, az is el fog fogadni. Aha, tudtam. Szerintem amúgy... Aha, ő az jó. Mert egy index képből látom, azt hiszem Katalina Pulszéből. Mrs. Spike. Szia, mit tehetek érted? Ed kért meg, hogy beszélj velem a környékről. Pillanat. És akkor ez a videó ennyi lett volna. A következő videóban több minden lesz. Én Ritikás és Só voltam, ha tetszett, dobjátok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ez volt a második rész. Sziasztok!